Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy eljöttek ennyien, és köszönöm Vitályos Eszter államtitkárasszonynak, képviselőasszonynak a meghívást ide Szentendrére, hogy bemutathassuk annak a terveit, hogy milyen módon tudtuk azt a rajzot, amit, és azt a koncepciót, amit tőle kaptunk, beépíteni a Szentendrei Hév fejlesztésének készülő terveibe. Egy dolgot kell óvatossággal hagy bocsássak előre, a munka közepén vagyunk. Fogok mutatni most önöknek terveket, látványterveket, nincs olyan szándékunk, hogy ez változzon, de még körülbelül 40 hatóságnak kell a jóváhagyása, önkormányzati egyeztetések vannak előttünk, tehát nyilvánvalóan kisebb-nagyobb változások még lehetnek ezekben a tervekben, mire oda jutunk, hogy építeni tudjuk őket, ez csak fontos mindig először elmondanom, mert aztán félreértések születhetnek. Hogy kezdjem onnan, hogy a kormány döntött arról, hogy a híveket egy egységes elővárosi vasúti rendszerbe kívánja integrálni. Ugye 2016-ban vállalta át a hívek működtetésének felelősségét és feladatát a kormány a fővárosi önkormányzattól, és utána egy hosszú-hosszú évtizedek óta fönnálló adósság a hívek fejlesztésének megkezdésébe vágtuk a fejszénket. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán a főváros vezetésével a műszaki tartalomról 2020. februárjában megállapodtunk. Ekkor jött létre a Budapest Fejlesztési Központ, amelynek a kormány feladatául szabta a hívek fejlesztésének előkészítését és végrehajtását. Fűrés Balázs államtitkár úr vezetésével ekkor kezdtük meg a munkát. Én ugye azt ígértem, amikor vezérigazgató lettem, hogy 100 napon belül kiírjuk a közbeszerzéseket a hívek tervezésére, ezt meg is tettük, és tavaly nyáron megkötöttük a szerződéseket. Ezen szerződések alapján mára ott tartunk, hogy az engedélyezési tervek készülnek, amilyen terveket most mutatni fogok önöknek, azokat legkésőbb jövő év elején engedélyezési szintig fogjuk juttatni, és ha minden jól megy, szándékaink szerint tavaszra építési engedélyeket szeretnénk szerezni. Utána még egy kiviteli tervi szakasz indul, hogy a legjobb minőségben tudjuk ezt megvalósítani, és ezt követően fogjuk kiírni a kivitelezési építési tendereket, hogy 2023-tól a munka megindulhasson a Szentendrei Hév fejlesztésére. Nagyon fontos dolog, hogy a finanszírozásról is van már döntésünk, tehát nem egy álomról beszélünk csak, hanem egy kötelezettségről is, hogy ezt a projektet most már meg kell valósítanunk. A Covid világjárvány után ismert közvélemény előtt, hogy úgynevezett helyreállítási források állnak rendelkezésre, ugye nagy vita volt erről az Európai Bizottság és Magyarország között, illetve az európai tagállamok között, ennek a pontos feltételrendszeréről, ebbe én most itt nem mennék bele, de a lényeg az az, Magyarországnak van egy úgynevezett helyreállítási és ellenálló képességi terve, amely tartalmazza azokat a fejlesztéseket, több ezer milliárd forintnyi fejlesztést, amiket a következő 5 évben meg szeretnénk valósítani. És bár az Európai Bizottsággal a megállapodás eddig nem jött erről létre, de a magyar kormány arról döntött, hogy ezeket a fejlesztéseket addig is megfinanszírozza és elindítja, ameddig az Európai Bizottsággal egyéb kérdésekben vita áll fönn, és a terv nincsen még Brüsszelben elfogadva. Ennek a tervnek a Szentendrei Hév fejlesztése, és nem csak a tervezése, hanem ennek a kivitelezése is része. Tehát mindaz, amit most be fogok mutatni, annak a megvalósítására rendelkezünk a fedezettel, és amint a tervezés eljut abba a szakaszba, hogy az építést el tudjuk kezdeni, ezt meg is fogjuk tenni. A Szentendrei Hév ma Budapest agglomerációjának, Budapest környezetének legnagyobb forgalmú vasútvonala. Látszik ezen a képen, hogy minden 5. ember, aki kötött pályán lépi át ma a városhatárt, az a Szentendrei Héven teszi. És a Szentendrei Héven önmagában többen utaznak, mint 3-4 MÁV vasútvonalon együttvéve. Tehát itt lényegében egy metrószerű utasforgalmat bonyolítunk már ma is. Mindezt úgy, hogy a szerelvények közelednek az 50. életévükhöz, és az agglomerációs szakaszon a pályák rendkívül rossz állapotban vannak. Budapesten belül a pályállapotok egyen jobbak. Milyen fejlesztésre vállalkozunk? Egyrésztről első ütemben a helyreállítási alap keretében, illetve a Kálvin téri meghosszabbítás kapcsán egy picit azon túlnyúlva az évtized végéig szeretnénk megvalósítani a H5-ös hév rekonstrukcióját. Azért részleges rekonstrukció van ezen a dián, mert ahogy mondtam, a Batthyány tér és Békásmegyer között 15 évvel ezelőtt egy átfogó pályafelújítás történt, tehát ott nyilván nincs szükség teljes körű rekonstrukcióra, de ott is a megállók akadálymentesítését megtesszük. A H5-ös hév budapesti
szakaszának a műszaki tartalmáról nemrég tartottunk egy online lakossági fórumot. Ennek a videója elérhető a BFK honlapján, YouTube csatornánkon, tehát ha valakit a budapesti szakasz érdekel, ott tud tájékozódni. Az agglomerációban teljes körű felújításra szorul a H5-ös hév, és most itt nem mennék bele hosszabban, de a Ráckeve és a Csepeli hév teljes felújítása és az évtized végéig a Kálvin téri meghosszabbítás is tervben van. Második ütemben, aminek én ma nem merném a dátumát megmondani, de fontos, hogy legyen egy víziónk, és ahhoz igazítsuk a terveinket. Hiszünk abban, hogy szükséges az úgynevezett 5-ös metró megépítése, amivel ezek a déli és az északi hévvonalak egyszer a város alatt összekapcsolhatók, tehát a Szentendrei hév bejut a belvárosba, a nyugati pályaudvar térségébe, majd tovább halad az Oktogon, Astoria, Kálvin tér érintésével, és csatlakozik a Ráckevei és Csepeli hévhez. Ez egy régi terv, nem mi találtuk ki, de szerepel a budapesti agglomerációs vasúti stratégiában is, és azt tudom önöknek mondani, hogy mind a Szentendrei hév, mind a Csepeli hév, mind a Ráckevei hév felújítását olyan műszaki tartalommal tervezzük, hogy ha egyszer ez a központi belvárosi alagút meg tud épülni, akkor minden szempontból az elkészült infrastruktúra, a járművek alkalmasak legyenek erre a metrotípusú közlekedésre. Ez azt gondolom, hogy még a következő évtizedek feladata, hogy ezt valósággá tegyük. Mit tartalmaz a Szentendrei hév fejlesztése Budapesten? Ahogy mondtam, 2005 és 2007 között a Békásmegyer és Batthyány tér között egy átfogó pályafelújítás zajlott, ahol kell valamilyen kisebb pályamunkákat végezni ahhoz, hogy a sebesség maximális megengedett legyen ott, azt el fogjuk végezni, de itt teljes felújításra nincs szükség. Viszont a megállóhelyek teljes körű felújítását a beruházás tartalmazza. Mit jelent ez? 55 cm magas peronokat, amikről az új járművekben majd akadálymentesen lehet beszállni, és ott, ahol az állomások esetleg föld alatt vannak, mint a Margit hídnál és a Batthyány téren, ott az akadálymentesítés, tehát liftek, akár mozgólépcsők kiépítését. A Margit hídnál szeretnénk a 4-es 6-osig való átszállást akadálymentesíteni, tehát elérni azt, hogy akár egy babakocsival, akár egy kerekesszékkel lépcsőzés nélkül lehessen átszállni a kombinóra a Margit híd budai hídfőnél. Teljesen egységes utastájékoztatást szeretnénk, ugye Szentendrei héven azért még őrzik szerintem az utasok azt a rossz emléket, amikor Hagyó Miklósék egy ilyen médiaáruházban vásárolt monitort tettek ki, és hajszárítóval fűtötték, hogy télen ne romoljon el. Aztán egy év múlva ezek kiestek, de elköltöttek rá 100 millió forintot, aztán ebből büntetőeljárás lett. Ezt a hiányosságot, hogy azóta sincsen rendes utastájékoztatás a héven, ezt pótolni kell, és tényleg vasúti technológiájú, télen-nyáron működő utastájékoztató rendszereket csinálni, hogy ilyet lehet csinálni, és működik, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mi megcsináltuk Budapesten a futárrendszerrel, azok a kijelzők azóta is hibátlanul működnek, mióta kihelyeztük őket az utcára 2013-ban. És hát 120 méter hosszú, 55 cm magas akadálymentes peronok épülnek, ami mellé majd be tudnak állni azok az új akadálymentes járművek, amiknek a beszerzésére rövidesen ki fogjuk írni újból a járműbeszerzési tendert. Itt ugye volt egy sajnos sikertelen, itt a Covid-járvány után a világpiaci árak elszállása miatt finanszírozhatatlan tenderünk, de azt remélem, hogy minél hamarabb ki tudjuk írni az új járműbeszerzést, és a Szentendrei, Ráckevei és Csepeli hévre érkezhetnek új járművek. Dolgozunk ezen a MÁV Hév ZRT-ben az első helyi felelős, de közösen dolgozunk azon, hogy ez mi hamarabb újra megtörténhessen. Annyit hagy tegyek hozzá magyarázatként, mert tudom, hogy ez itt a szentendreieket is rendkívüli módon érdekli, hogy egy nem egyszerű piaci helyzetben vagyunk. A Covid világjárvány után a helyreállítási források nagy számban, eurómilliárdokban mérhető módon állnak rendelkezésére az összes európai tagállamnak, és mivel ezeket csak klímabarát, a klímaváltozás elleni küzdelem részeként megvalósuló közlekedési beruházásokra kell költeni, 100 számra rendelik az új vonatokat, motorvonatokat egész Európában. Mi is rendeljük, ezért tudja azt elmondani Vitályos államtitkár asszony, amit kipréselt Homoly elnök úrból és a MÁV-ból, hallottam a MÁV vezetőitől, hogy államtitkár asszony addig nem hagyta őket nyugodni, amíg nem vállalták el, hogy legalább 2 emeletes vonat járjon az esztergomi vonalon. Ezek az emeletes vonatok még mindig érkeznek, ebből összesen 40 érkezik a MÁV-hoz, tehát Budapestről is érkeznek új kötött pályás járművek, de az európai járműpiac rendkívül leterhelt, hosszú várakozási idők vannak, emelkedő árak vannak, nagyon okosan kell megválasztanunk azt, hogy mikor és mire írunk ki tendert, ez okozta alapvetően ezt a késedelmet. Mindenhol kerékpártárolókat építünk ki a budapesti megállóknál, és ahol kell, optimalizáljuk a peronok elhelyezését, például a Szentlélek téren ki fogjuk húzni az Árpád híd alá mindkét peront, hogy mind az Árpád hídtól délre, mind északra lévő városrészek jobb eljutást kapjanak. No, de érkezzünk meg az agglomerációba, hisz itt egy nagyobb beruházásra van szükség. Az agglomerációba is igaz az, hogy teljesen akadálymentes peronokra, egységes arculatú, korszerűnek is kinéző és építészetileg végiggondolt, magas színvonal új megállókra van szükség mindenütt. B+R, tehát bicikli és parkoló férőhelyekre, B+R férőhelyekre.
Itt szükség van arra, hogy teljes körűen megújítsuk az energiaellátási rendszert, a pályát és a biztosító berendezéseket, hiszen az az átfogó felújítás, ami a budapesti szakaszon megtörtént, az az agglomerációs szakaszon elmaradt. Szeretnénk megnövelni a sebességet, nem a lakott területeken belül, de a települések közötti szakaszokon 80, illetve a leghosszabb szakaszokon, ahol ez lehetséges 100 km/h sebességre fogjuk átépíteni a H5-ös HÉV pályáját. És ami nagyon fontos, hogy szeretnénk új intermodális csomópontokat, új, nagyívű, integrált busz- és hévállomásokat létesíteni Pomász központjában, illetve itt Szentendrén. A menetrendi koncepciónk kapcsán hagyd mondjam azt el, hogy ma is egy elég sűrű, elég jó kínálat van a Szentendrei Héven, óránként 12 vonat ér be a Batthyány térre, azonban szeretnénk minden ágról ezt növelni. Szentendréről növelnénk a vonatok számát 8-ról 10-re óránként a reggeli csúcsidőben, Békásmegyerről is 2-vel több vonat indulna az eddiginél. Ez lehetővé tenné azt, hogy egyes járatok Szentendréről gyors járatként közlekedjenek, és ne álljanak meg mindenhol az útba eső összes megállóban, amik beérnek Budapestre, ezzel tudjuk gyorsítani a beközlekedését a szentendreieknek. És fontos célunk az, Vitályos államtitkár asszony is többször megfogalmazta azt a kérését, hogy ne várjunk ezzel addig, míg az 5-ös metró belvárosi szakasza megépül, hanem már első ütemben kapcsoljuk be Pilisvörösvár térségét az esztergomi vasútvonalat a HÉV fejlesztésébe, hiszen az látszik, hogy az esztergomi vasútvonal felújítása igazolta a legmerészebb álmainkat, hogy bizony, hogyha jó vasutat csinálunk, akkor megjönnek az utasok. Több mint megduplázódott az utasforgalom az esztergomi vasútvonalon, és az igények még ennél is nagyobbak. Ezért van szükség az emeletes motorvonatok beállítására, amiből immár 2 közlekedik a vonalon, és ezért szükséges az, hogy még tovább tudjuk növelni a kapacitást. Ezen a vonalon azonban az egyvágányos Duna fölötti hídon és a nyugati pályaudvar térségében jelenleg több vonat nem tud beközlekedni. Tehát akkor tudjuk sűríteni a vonatokat Pilisvörösvár, Piliscsaba felől, hogyha létesítünk Kaszásdűlőnél egy új kapcsolatot, amivel az esztergomi vasútvonalról a vonatok egy része, nem az összes, tehát megmaradnak a mai nyugati bajáró vonatok, illetve a mai körvasúti vonatok, de újabb szolgáltatások plusz 2 óránként járó vonat be tud közlekedni Pilisvörösvárról a Batthyány térre. Ennek a feltételrendszerét meg fogjuk teremteni, a kormány döntött arról, hogy államtitkár asszony javaslatát és a BFK szakmai koncepcióját elfogadva biztosítja a forrásokat a projektnek az ezzel való kiegészítéséhez, 2 hete jelent meg az erről szóló kormányhatározat, és ezt a plusz tervezési munkát éppen holnapi napon fogjuk megrendelni a tervezőtől, tehát ez a projektelem is becsatlakozik a Szentendrei HÉV fejlesztésébe. Hozzáteszem, ahhoz, hogy ez működni tudjon, is szükség van új vonatokra, hiszen 25 kV nagyvasúti áramellátás működik az esztergomi vonalon. A héveknél továbbra is speciális, nem a nagyvasútra jellemző áramellátási rendszer fog működni, 1500-as. Ezek azt okozzák, hogy csak 2 áramnemű mindkét vonalon közlekedni képes új járművek esetén lehet ezt a szolgáltatást beindítani. Az az új HÉV járműtender, amin dolgozunk, ezeket a járműveket is biztosítaná a MÁV HÉV ZRT számára. Az eljutási idők, ahogy mondtam, Budapesten belül alapvetően nem pályaproblémáink vannak ma, hanem inkább kapacitás problémáink, tehát itt a sűrítés a fontos feladat, illetve hát a járművek minőség problémája az, amit tapasztalnak szerintem minden nap a közlekedők. Itt egy 21-ről 20 percre való menetidőcsökkenés érhető el. Szentendre felől viszont ennél nagyobb csökkentés, 39 percről az alapjáratok esetében 35, a gyorsjáratok esetében 32 percre csökkenthető a menetidő a Batthyány térig. Mi is végeztünk egy kutatást. Nagyon beszédesek azok az adatok, amiket Vitályos Eszter képviselőasszony az előbb bemutatott, hogy a közlekedésfejlesztés mennyire fontos probléma itt a térségben. Hozzáteszem, nem csak itt, hanem az agglomeráció egész környezetében azt látjuk, hogy a közlekedés lépett elő az elmúlt időszakban, elmúlt 10-15 évben a legfontosabb problémával. Nem csoda, 10 évvel ezelőtt, 2010-ben vagy 12 évvel ezelőtt lassan 1 millió autó volt Budapesten és Pest megyében. Az idei évet úgy fogjuk zárni, hogy több mint 1 millió 300 ezer autó van. Tehát egy 30%-os növekmény ment végbe, és közben a közúti kapacitások érdemben nem nőttek, és lássuk be, hogy nem is lett volna ez igazán megoldás. Tehát ha akármennyi új közúti kapacitást hozunk létre, Budapest több autót nem tud, és lássuk be, nem is akarhat fogadni. A megoldás tehát ezekre a növekvő igényekre az, hogyha a kötött pályás közlekedést fejlesztjük. Ezt igazolták vissza a mi kutatásaink is. Mikor megkérdeztük azt, hogy milyen
módon használják a hévet, akkor, és a Szentendrei hévállomást, ezúton is köszönöm mindenkinek, aki kitöltötte, 1300 kitöltőnk volt csak Szentendréről, akkor azt láttuk, hogy körülbelül 46-46% az, aki vagy rendszeres, vagy alkalmi használója a hévnek, és amikor megkérdeztük azt, hogy támogatják-e a beruházást, akkor azt tapasztaltuk, hogy több mint 90% egyetért a hév fejlesztésével, amikor pedig az állomási funkciókra kérdeztünk rá, akkor az látszott, hogy a normál, egy nagy intermodális csomóponthoz igazodó funkciók élveznek támogatást, a dohánybolt kevésbé, de azok a dolgok, hogy fedett peron legyen, tájékoztató táblák, mosdó, jegyvásárlási lehetőségek, ülőhelyek, étkezési lehetőségek, információs pontok, ez mind-mind támogatást élvezett a helyben élők részéről. Azt gondolom, hogy ez a kutatás is hozzájárulhatott ahhoz, hogy azt az igényt fogalmazta meg államtitkárasszony felénk, hogy egyen nagyobb léptékben gondolkodjunk a szentendrei végállomás fejlesztéséről, és valóban egy Szentendréhez méltó, és egyáltalán egy hév végállomáshoz, térségi központhoz méltó nagyívű állomás fejlesztés történjen itt. Ugye amikor júniusban találkoztunk a hév végállomáson, ezt a koncepcionális rajzot kaptuk államtitkár asszonytól, ami igyekezett összefoglalni a helyben élők elvárásait, igyekezett megfogalmazni azt, hogy milyen funkciókat érdemes itt elhelyeznünk, és hogy milyen módon érdemes integrálnunk a buszállomást és a hévállomást. Akkor megbíztuk a tervezőket azzal, hogy kezdjék el ezt kidolgozni, kezdjenek el nagyobba gondolkodni, kezdjenek el, bár nem feladatunk a HÉV projektbe, de mégiscsak kezdjenek el legalább koncepcionálisan a leégett spáráruház helyén is gondolkodni abban, hogy hogy lehet ezt tényleg egy városközponti fejlesztésé tenni. Megbíztuk ezzel az UTIBER, mint vezető vasúti tervezőnk mellett az építésstúdiót, akik számos jó színvonalú közteret és épületet terveztek már Budapesten, például a Széll Kálmán tér áttervezés és az ő nevükhöz fűződik, és elindult a koncepció tervezés. Miket kívánunk itt elhelyezni? Egyrésztről szeretnénk egy egyesített utasforgalmi teret létrehozni a HÉV és a Volánbusz utasai számára. Ma a Volánbusz állomás bár jó helyen van közvetlenül a HÉV mellett, de nem igazán átjárható, nem igazán képez egy helyet a HÉV állomással. Ráadásul a buszállomás nem egy igazán komfortos, nem egy igazán utasközpontú kialakítású buszvégállomás. Úgy láttuk, hogy szükség van minimum 300 férőhelyes P+R parkoló fejlesztésére itt a térségben, minimum 300 férőhelyes biciklitároló fejlesztésére, hiszen egyre többen kerékpárral közelítik meg a hévet, olyan kiskereskedelmi vendéglátóegységekre, amik az állomáshoz kapcsolódóan a mindennapi igényeket ki tudják szolgálni, nyilván a MÁV-HÉV és a Volánbusz szükséges üzemi területeire, az úgynevezett kiss and ride parkolásra, ami ugye azt jelenti, hogy puszi és pá, tehát hogy megérkezem, kiszáll a családtagom, barátom, és én megyek tovább, de hogy ilyen megállóhelyek legyenek, ne vészvillogóval a forgalmi sávban vagy a buszmegállóban, tegyék ki az embereket, a családtagjaik, barátaik, taxiállomás is legyen, és egy zöld, gyalogos barát fejlesztése történjen meg a köztérnek, ahol inkább többet zöldítünk, mint amennyit betonozunk. Amellett, hogy nyilván egy nagy állomásnál térkőre is szükség van. És mindenképpen szerettük volna kihasználni azt a fejlesztési potenciált, ami a térségben van, az állomás mellett kiskereskedelmi és szolgáltató egységeknek helyet találni, megújítani a volt kazánház épületét, amit mi egy értékes épületnek láttunk, nem műemléknek, de azért egy megújítható értékes épületnek valamiféle kulturális funkcióval, és a felszabaduló közterekből egy városi teret fogalmazni. Hogy menjek végig akkor azon, hogy ezt hogy építettük föl ezt a rendszert. Egyrészt az itt pirossal körbehatárolt terület az, amivel mi építetőként foglalkozunk. Ezek azok az állami területek, amiket a MÁV-HÉV kezelésében vannak, és amiket a HÉV projektben, vagy a Volánbusz kezelésében vannak, és amiket a HÉV projektben mi vállalunk, hogy megújítunk, vállalunk, hogy felújítunk. Egyrésztről a háttérben szükség van egy új kocsiszínre, hiszen az új, hosszabb, egyterű, alacsonypadlós járműveket a mai kocsiszín nem tudja karbantartani. Tehát ott egy teljes átépítésre van szükség a hátsó fertájon, és a busz- és hévállomás környezetének a teljes megújítását is tervbe vettük. A HÉV hasonló módon fog beérkezni Szentendrére, mint eddig, a végállomása nagyjából ugyanott lesz, mint eddig, és ugyanazt a kínálatot fogjuk biztosítani, sőt, egy bővebb kínálatot és szolgáltatást fogunk biztosítani, mint eddig. Nem kerül távolabb a HÉV, nem kerül föld alá a HÉV, hanem a HÉV végállomás ott is úgy lesz a pályageometriát tekintve lényegében, mint ahol eddig volt. Mellette elhelyezzük a mai helyén, de egy sokkal komfortosabb, közös tetőfedés alatt egy integrált egy térben a buszállomást, ami
fedetten, esőmentesen, nagy és hosszú gyaloglások nélkül, a buszok közötti kóborlás nélkül, mert ma azért ez is előfordul, kapcsolódik majd a hévvégállomáshoz. Egyrésztről rendezzük és megújítjuk a P+R parkolót a vasúti villasor oldalán, illetve egy új 275 férőhelyes körgeometriájú parkolóházat helyezünk el, hátul a mai volánpályaudvar hátsó fertáját felhasználva, amelynek a földszintjén taxiállomás és ez a Kiss and Ride funkció, tehát a gyors kibeszállásra lehetőséget adó funkció kerül elhelyezésre. Biciklitárolók több helyen lesznek, összesen 200 férőhely közvetlenül a hévperonok mellett, körülbelül ott, ahol ma ezek az épületek elválasztják egymástól a hév és a volánállomást, illetve körülbelül további 100 férőhely tartósabb tárolásra a parkolóház térségében. Nagyon is összefüggő, átlátható, magát magyarázó, jó minőségű városi köztérként áttekinthető új közteret szeretnénk létrehozni, amely behálózza ezt az egész környéket. Ez látható itt sárgával, ez nyilván nem mind köztér, de a lényeg az, hogy egy olyan hanem zöld is van benne, de egy olyan gyalogos hálózatot szeretnénk létrehozni, ami mind a Dunakorzó felé, a belváros, Szentendre belvárosa felé, mind a parkolóház, a volánállomás, a leendő szolgáltató kereskedelmi központ és a 11-es út térsége felé is bekapcsolja ezt a térséget. Ha úgy tetszik Szentendrének egy közlekedési csomópontként működő, de mégiscsak egy ilyen második főterét vagy központját hoznánk itt létre. Szeretnénk bővíteni a zöld felületek arányát, és ahol csak lehet, mind a buszállomás egy részét bezöldíteni, a mai buszállomás egy részét, mind a hévet körbevevő területeken zöld felületeket létrehozni. És nagyon fontos az, hogy szeretnénk a távlati fejlesztési potenciált is kiaknázni. Itt, ahogy ezt Vitályos Eszter államtitkár asszony elmondta, azért alapvetően Szentendre van helyzetben, hogy valamit tegyen ezzel. Ezek önkormányzati területek, de azt látjuk, hogy a szentendrei hévvégállomásnak a mai állapota, ezek a bódék, mindenféle közepesen használt vagy használható kereskedelmi létesítmények, sok-sok lerobbant épület, sok-sok lerobbant köztér, ez egész egyszerűen méltatlan Szentendréhez. Szentendrére úgy gondolunk, a szentendréiek is úgy gondolnak, de mondhatom, hogy a budapestiek is úgy gondolnak, mint egy ékszerdobozra, mint az ország egyik legszebb helyére. Az, ahogy ma az a hévállomás kinéz, az ehhez méltatlan. Tehát mi azt javasoljuk Szentendrének, hogy többek között kihasználva azt is, ahogy ez az áruházat leégett, és hogy itt amúgy is egy beruházásra van szükség, szabályozzuk és tervezzük újra ezt a teljes térséget, ezt a kereskedelmi és szolgáltatási területet, ami a hévállomás mellett van, mert egy új hévállomás mellett még méltatlanabb lesz az állapot, ami ma ott van. Mi nyilvánvalóan az önkormányzat területén nem tudunk egyedül ilyen beruházást végrehajtani. Mi azt tudtuk vállalni, erre kért minket képviselőasszony is, hogy az építész kollégáinkkal együtt egy koncepciótervet készítsünk arra, hogy hogyan nézhetne ez ki. Mi ezt ingyenesen, díjmentesen átadjuk Szentendre önkormányzata részére, hogy ezt folytassák ezt a munkát, és partnerséget ajánlunk, hogyha egyébként úgy érzik, hogy ebben mi tudunk továbbra is segíteni, ezt meg fogjuk tenni. De alapvetően Szentendre felelőssége az, hogy ezen az önkormányzati területen egy kereskedelmi szolgáltatási fejlesztés legalább azon a színvonalon, ahogy ezt a hévállomás fejlesztését elvégezzük, megtegyék. Polgármester úrral fogunk találkozni, ezeket a terveket természetesen Szentendre is megismeri, és abban bízunk, hogy ki tud alakulni egy együttműködés. Mi alapvetően a korábban leégett élelmiszeráruházat pótolni képes, nagy alapterületű összefüggő új élelmiszeráruházat, alatta egy olyan szolgáltató házat, amiben drogéria, gyógyszertár, kávézó és egyéb funkciók férhetnek el, illetve a kazánház megújításával egy új kulturális központot javaslunk Szentendre számára. Az volt a kérés, hogy kitekintően tervezzünk, mi ezt megtettük. Nyilvánvalóan ebben, amit mi mondunk, az csak javaslat tud lenni, a döntések Szentendre önkormányzatánál, Szentendre polgármesterénél vannak. Néhány előzetes látványtervet hagy mutassak, ide vonatkozik leginkább, amit mondtam, hogy még apró változások lehetnek, de alapvetően ebben gondolkodunk. Itt a 11-es út felől nézünk rá most a hévállomásra. Látszik az, hogy egy darab nagy tetőszerkezet fedné le mind a hév peronjait, a hév végállomását, mind a volánbusz pályaudvart, és egy új korszerű intermodális csomópontként, városi csomópontként születne újjá a szentendrei végállomás. Azt gondolom, hogy nem nehéz ezen a látványterven belátni, hogy ez jóval méltóbb lenne Szentendréhez, Szentendre szépségéhez és a szentendreiek esztétikai, építészeti minőség iránti elvárásaihoz, mint ami ma a szentendrei hév végállomáson található. Itt egy másik szögből hagyd nézzünk erre rá, ez most hátulról, a hévperon vége felől nézünk vissza, és látjuk a tetőt hátulról.
Látjuk azt, hogy itt is zöldítenénk, ahol csak lehet. Jobb oldalt pedig látjuk az előzetes terveit annak a körgeometriájú új parkolóháznak, amelyiknek a földszintjén ki lehet szállni a családi autóból, egy taxit lehet fogni, míg a felső emeletein tartós P+R parkolásra adnánk helyet a különböző szinteken. Itt látszik egy másik szögből ez a P+R parkolóház, amit a HÉV projekt keretében szeretnénk megépíteni. Fog ez még pontosodni, ez a látványterv, ez inkább egy olyan impresszió, amiből nagyjából lehet látni ennek a tömegét, méretét, kinézetét, az, hogy ennek pontosan milyen színe lesz, milyen burkolat fogja körbevenni, hogy szép legyen. Ezen még az építész kollégák fognak dolgozni a következő időszakban. Ha fölülről ránézünk ma a területre, akkor nagyjából ezt látjuk a Google műholdas térképén. Ugye látszik itt még a spáráruház, látszik az ilyen szolgáltatási, de azért elég zavaros környezet, ami ott előtt a 11-es út környékén van. Látszik az a parkoló, ami ezt valahogy körbeveszi, de azért nem egy igazán rendezett P+R parkoló. Látszik a nagyon-nagyon elterülő volán végállomás, ami azért óriási, mert a volán a tárolási igényeit is itt oldja meg, és emiatt aztán az embereknek sokat kell gyalogolni, nincsen fedett átszállási lehetőség, és egy túlterjeszkedő dologként működik ez. És ezt a környezetet szeretnénk úgy megújítani, hogy így nézzen ki. A volán tárolási igényeit kirakni leghátulra, hiszen az az emberektől legtávolabb eső helyen érdemes megtenni, és a csomóponthoz közel egy nagy fedett teret, alatt a volán pályaudvarnak csak azt a részét, ami a megállást, az utasok felszállását fedetten szolgálja, parkolóházat, P+R parkolókat, és persze mögötte egy új, megújult szolgáltatói rész szolgál. Ott hátul látszik az az áruház, amit mi ide megálmodtunk, ahogy ezt államtitkár asszony kérte tőlünk, készítettünk erre is terveket, de természetesen ide is igaz az, hogy arra az épületre már az a mérvadó, hogy Szentendre ezt hogyan fogja szabályozni és hasznosítani. Mi azt gondoljuk, hogy ott elférne egy olyan többemeletes létesítmény, ami a szentendreiek mindennapi vásárlási igényeit ki tudja szolgálni. Egy fölülnézetben megnézzük, akkor nagyjából ez az elrendezés látszik, tehát parkoló, integrált, napelemekkel fedett busz és hévállomás, és mögötte köztér és szolgáltató funkciók. Látszik az, hogy szeretnénk egy szintbeli átkelést nyitni a 11-es úton Szentendre belvárosa felé, az aluljáró ettől még megmaradna, ez egy lámpás csomópont lenne, és a 11-es út kapacitását semmiben nem szűkítené, a zöld hullám össze lenne hangolva a már meglévő egyéb lámpás csomópontokkal a 11-es úton, ezt a Magyar Közúttal részletesen egyeztettük, muszáj akadálymentesítenünk, egyébként európai uniós forrásokat nem is tudnánk igénybe venni. Ennek az aluljárónak az akadálymentesítése méregdrága lenne, tehát ahhoz, hogy egy kerekesszékkel is kényelmesen Szentendre belvárosát meg lehessen közelíteni, az EBRA a leghatékonyabb és legolcsóbb megoldás. Ezt meg tudjuk úgy csinálni, hogy a 11-es út kapacitása miatt ne csökkenjen. Itt látszik még egy másik szögből a rátekintés erre, hogy ez nagyjából hogyan tudna kinézni. Azt hiszem a lényeget most már összefoglaltam. Sok-sok részlet van még, amit tisztázni fogunk, holnap fogunk éppen a volánbusszal egyeztetni, hogy akkor pontosan hány felállási hely és hogyan nézzen ki, de a nagyságrend az biztosan stimmel. És itt látszik az, hogy egy összefüggő köztéré tudna válni, hogyha Szentendre ilyen módon fejleszti a saját részét, egy összefüggő köztéré tudna válni a szolgáltató rész, mögötte a parkoló, HÉV és buszállomás, parkoló hátul, és az a zöld köztér, ami ezt ki tudná egészíteni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan európai színvonalú busz és hévállomásként működne, ami egy Szentendre méretű városban bárhol, Európa bármely táján megállná a helyét, és elismerést váltana ki reményeink szerint. Hoztunk még egy olyan látványtervet is, ami végképp olyan, amit kérem, hogy ne kérjenek rajtam számon, mert ez nem a mi beruházási területünkön van. A híveseket kérjék rajtam számon nyugodtan, ott csak azt a megjegyzésemet fogadják el, hogy még apró dolgok változhatnak, de azt meg szeretnénk úgy építeni, ahogy ma itt bemutattam. Ezt azért vezetem föl így, hiszen ez a látványterv azt az áruházat mutatja, amit mi itt azt gondoljuk, hogy meg lehet építeni, aminek a felső szintjén élelmiszerboltok vannak, vagy egy nagy élelmiszerbolt van alul, különböző szolgáltató funkciók, drogéria, gyógyszertár, kávézó és minden egyéb, amire itt szükség van, zöldséges. És itt látjuk azt, hogy a kazánházat megújítva, megőrizve, hogy lehetne ezt egy kulturális központtá, valami kis kulturális találkozó helyé formálni, mint amilyen ez az offline helyszín is, ahol éppen ma vagyunk. Azt gondoljuk, hogy ebben egy óriási potenciál van, mi ezeket a terveket átadjuk Szentendrének, de az, hogy ez így megvalósul-e, vagy valami teljesen más valósul meg, az a terület tulajdonosának, Szentendrének a felelőssége. Mi annak a kérésnek igyekeztünk eleget tenni, hogy egy városi kontextusra kitekintéssel, a városi környezetet megértve, ne csak a szorosan vett telekhatárok között tervezzünk, hanem adjunk egy kitekintést arra is, hogy egy ilyen nagy volumenű hévfejlesztés milyen
milyen városfejlődést tudna indukálni. Egyébként meg vagyunk arról győződve, hogy a terület kereskedelmi potenciáját látva ez akár jelentős közpénzberuházás nélkül is megvalósulhatna valamilyen magánerős partner bevonásával, hiszen mégiscsak egy profitorientált létesítményről van szó. Itt látszik ez egy másik szögből, jobb oldalt a kazánház, bal oldalt ez a potenciális áruházfejlesztési terület. És akkor vissza a hévhez, hol tartunk és hogyan lépünk tovább? A Batthyány tértől Kaszásgyűlőig tartó szakaszon, ahogy mondtam, jövő év második negyedévében szeretnénk megszerezni az építési engedélyeket. Erre szerződéses kötelezettsége is van a tervezőnek. Ezt követően 2022 végéig elkészülnek a kiviteli terveink, kiírjuk a közbeszerzést, és ha minden jól megy, 2023-ban az építést el tudjuk kezdeni. Ezt a minden jól megyet csak azért tettem hozzá, mert nyilvánvalóan építési engedélyezés során is, tulajdonosi hozzájárulások során is, meg aztán a kivitelezési közbeszerzés során is azért lehetnek nem várt késedelmek egy ekkora beruházásnál, de azon vagyunk a csapatommal együtt a Budapest Fejlesztési Központban, hogy késedelem nélkül haladjunk ezzel a projekttel, és kezdjük meg a HÉV felújítását, megújítását 2023-ban. Sokat késni azért sem tudunk, hiszen ezeket a helyreállítási forrásokat, amelyeket az Európai Unióval kötött megállapodás alapján tud Magyarország felhasználni, ezeket 2026-ig el kell költeni, tehát ahhoz, hogy ezt a projektet időben be tudjuk fejezni, ebben az ütemben haladni is kell vele. Ennyi lett volna mára. Bízom benne, hogy a szentendreiek számára tudtunk újat mutatni. Bízom abban, hogy elnyerik ezek a tervek a szentendreiek tetszését és támogatását. Minden visszajelzést köszönünk, minden visszajelzésnek örülünk. Kérem, hogy ezt tegyék meg akár a kozosen@bfk.hu e-mail címen, hogyha van ilyenjük, vagy jutassák el felénk más úton, akár képviselőasszonyon keresztül. Azért most mutattuk be ezeket a terveket, és azért tettem hozzá, hogy még nem véglegesek, éppen azért, hogy lehessen még róluk véleményt mondani. Amikortól ez már egy nehezen változtatható terv lesz, az, amikor az engedélyes tervek tavasszal elkészül. Onnantól kezdve az építésig már nehéz módosítani, hiszen akkor tudjuk végrehajtani és kivitelezni, hogyha vannak lezárt tervek. Most még van néhány hónapunk arra, hogy ezen tervek fölött beszélgessünk, és megpróbáljuk közösen az önkormányzatot meggyőzni arról, hogy érdemes itt egy komplex városfejlesztést megvalósítani, és érdemes csatlakozniuk ehhez a kezdeményezéshez. Köszönöm szépen a figyelmüket!